Tavasszal rügyeznek a fák, télen és ősszel kopaszodnak. Az ég kék, a fűzöld. Több milliárdan élünk, férfik s nők a földön. Ez mind a természet története. A földben van egy kis élet, mely számunkra hanyagolt, ugyanakkor ez mégis a talaj története. Az Isten teremtette a világot, vagy minden a Neander völgyivel kezdődött. Ez mind a világ története. Kis kontinens vagyunk, melyet támadnak, s ez mind Európa, melynek szíve hazánk Magyarország. Ez a hazánk története. Sokat háborúztunk és sokat vitáztunk. Ez mind népünk története. Rengeteg történet létezik, mely persze igaz. De vajon egy ember története mi? Vajon az ember felfedezi saját létezésének okát, az élete értelmét? Erre most ne válaszolj rögtön. Most hallgass! Ne figyelj a környezetedre. Tedd a kezed a szívedre, s tedd fel a kérdést. Valóban jól csinálok mindent. A legtöbb ember nem felel erre a kérdésre. Ha nem felelsz, hunyd le a szemed, s képzeld el. Csak képzeld el a számodra tökéletes ént. Mindenkinek fájdalma van. Mindenki a legrosszabbat hiszi. 14 éve küzdök az élettel, s nem törődtem semmivel, csak hogy nekem előnyöm származzon a rosszból. Rá kellett jönnöm, hogy nem előny kell nekem, hanem cél. Egy olyan végállomás, amit nem ma, és nem is holnap fogok elérni. Tedd ezt te is. Tűzd ki az életed célját. Merj gondolkodni, merj szeretni, és merj adni, hiszen ember vagy. Kemény volt az életem, de nem sajnálkozni vagyok itt, hanem neked segíteni. Ahogy gyógyulsz, gyógyul más is, gyógyulok én is. Csak merj bátorságot venni magadon, legyél elég bátor hinni magadban. Ha nem hiszel, hogy várod el, hogy más higgyen benned? Hallgasd magad belülről. Éld át azt a zenét, melyet szíved diktál. Érezd, ahogy normalizálódik a légzésed, és a sok gond pár percre szünetel. Zárj ki mindig napról napra egy kevés negatívumot az életedből, és hidd el. Tudom, döntést hozni nehéz. De a döntés a te kezedben. A te kezedben, mely piszkos. Piszkos, de nem a bűntől. Nem a kárhozattól. Pusztán attól, hogy sokszor estél el. Megbotlani nem szégyen. Az igazi ember így mondhatja el. Igen, igen, én küzdöttem. Ha pedig ezt megtetted, úgy nézhetsz majd tükörbe, hogy nem kell lehúnynod szemed, hanem egy embert látsz, aki piszkos, mert küzd, aki fárad, de nem adja fel az edzést, aki azt hiszi létezik, miközben él, aki azt hiszi, hogy szárnyal a jóban, de ébresztő. Ezt nem hinni, hanem tudni kell.